Sok szeretettel köszöntöm a Fehérvár Televízió nézőit. A következő fél órában a táncról fogunk beszélgetni, azaz a táncról is. Hogyha ezt a kifejezést halljuk, hogy tánc, akkor többnyire a mozgás, a ritmusos mozgás jut eszünkbe, és kevésbé jut eszünkben, hogy ez gyógyhatású is lehet. Ha velünk tartanak a következő percekben, akkor hamarosan az is kiderül, hogy már pedig ez így van, és hogy milyen esetben, azt is megtudjuk, hiszen vendégünk Miklós Marianna, akit nagy szeretettel köszöntök. Székesfehérváron elsősorban arról ismernek, hogy szenior örömtáncot oktatsz, és ilyen programokat vezetsz a városban, ami, hogy mi is valójában, és miért fontos, és miért pont most beszélünk róla, ezt majd meg fogjuk tudni hamarosan, de ahhoz, hogy ezt megtudjuk, egy kicsit szeretnénk téged megismerni. Mióta vagy itt a városban, és egyáltalán milyen pálya után jutottál odáig, hogy az örömtánccal foglalkozz? Hát elég hosszú út vezetett eddig az örömtáncig. Én 2015-ben költöztem csak Székesfehérvárra, a férjem munkája okán. Ő ugye olyan sokat dolgozott, hogy ezt Biatorbágyról, ahol akkor laktunk, egyszerűen nem lehetett csinálni naponta. Úgyhogy végül is néhány hónap után úgy döntöttünk, hogy leköltözik a család Székesfehérvárra. Ez számomra egy teljes újratervezést igényelt, a saját munkámat tekintve. Egy jogastúdión volt Biatorbágyom. Úgyhogy nem volt könnyű a döntés, mert ez egy nagyon nagy szerelem volt az életemben, ezt én körülbelül 20 éves koromban kezdtem, mindazonáltal, hogy tanárképző főiskolát végeztem művelődés szervező és oktatás szervezői szakon, úgyhogy ez csak egy szerelem volt, úgymond, de nagyon nagy élvezettel csináltam, és sikeresen működött ez a stúdió, hál' Istennek. Minden esetre meghoztuk akkor azt a döntést, hogy változtatunk, és hát ezzel az idővel, a mi költözésünkkel egy időbe esett egy nagyon szomorú esemény a családban, hogy férjem húgának a férje, aki egy gépészmérnök ember, sajnos meghalt, és egy forgácsoló üzem maradt utána itt Székesfehérváron. És amikor ez a szomorú dolog bekövetkezett, akkor az én sogornőm megkért engem, hogy vigyük tovább együtt ezt az üzemet. A jogaoktatóból forgácsoló üzem. A jogaoktatóból akkor hirtelen egy forgácsoló üzemet kaptam, és hát ugye a sogornőm matematikus, én meg ugye művelődés szervező, tehát ez egy elég szép feladatnak bizonyult, de hát azt kell mondjam, miután ez 5 éve volt, és az üzem a mai napig működik, ezért hát talán mondhatom, hogy sikerült a feladat. Nyilván azért most a pandémia egy picit megnehezíti az életünket, de működünk a mai napig. Nem ez a beszélgetésünk fő témája, de azért, mint nő, érdekelne, hogy lehet ennek nekiállni. Tehát tényleg azért a munkától is távol áll, a nőiességtől is távol áll. Igen. Hogy kezdted? Alapvetően ez egy menedzselési feladat volt. És mi a férjemmel csináltunk már közös vállalkozást, ami pedig egy telefonos cég volt, ami szintén sem nem a nőiességhez, sem nem az én végzettségemhez nem kapcsolódott egy kicsit sem, és mégis nagy sikereket értünk el benne. Tehát én akkor megtanultam azt, hogy nem feltétlenül kell szakembernek lenni ahhoz, hogy az ember üzemeltessen egy vállalkozást. Nyilvánvaló, bele kell tanulni valamelyest. Ez egyszerűen muszáj ahhoz, hogy valamit kezdjen vele az ember. De én ezt mindig szívesen tettem, tehát én az élethosszig tanulás abszolút híve vagyok, és képes vagyok, és nem csak képes vagyok, hanem nagyon szeretek váltani. Nekem ez mindig egy nagy kihívás, és tényleg örömmel teszem. Valószínűleg ez az örömtánc is így kapcsolódott be az életembe, hogy nagyon nyitott vagyok mindenre. Laikusként úgy gondolná az ember, hogy egy forgácsoló üzemben többnyire férfiak dolgoznak, és a vezető két hölgy, ez nem okozott problémát? Nem. Nem. Valóban csak férfiak dolgoznak az üzemben. Abszolút nem okozott problémát. Nyilvánvaló, ez köszönhető a sogoromnak, aki meghalt, hogy olyan embereket talált maga köré, akik abszolút megbízhatóak, és csak szuperlatívuszokba tudok róluk nyilatkozni. Úgyhogy nem, egy kicsit sem.
Nagyon rendben vagyunk ilyen szempontból, tényleg. Azért ez példaértékű. Többször emlegettük a férjed, és én azt hiszem, hogy kötelesek vagyunk elmondani, és ez úgy sportszerű, hogyha elmondjuk, hogy az Alba Régia Szimfonikus Zenekar igazgatójáról, ifjú Major Istvánról van szó. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen azért a zene a családban már valamilyen szinten ott van. Te is tanultál zenét? Nem, sajnos nem. És ez egy őrületes nagy hiányosság az életemben, meg kell mondjam, ezért ragaszkodtunk a gyerekeinknél ahhoz, hogy az ő életükben ez mindenképp jelen legyen, mert ez egy új világ, egy olyan fajta plusz az ember életében, ami egy nagyon komoly kapaszkodót jelenthet bizonyos esetekben. Én nagyon nagy zeneszerető vagyok, tehát rendkívül élvezem a koncerteket, nyilván amennyi koncerten lehet, mindegyiken ott vagyok. Nyilván nem tudok mindegyiken ott lenni, mert hát azért nagyon aktív életet élek, de én egy nagyon zeneszerető ember vagyok, és néha azt kell mondjam, hogy úgy érzem, hogy előnyben vagyok azokhoz képest, akik mondjuk szakmabeliek, mert mikor kijövünk egy koncertről, amin mindig ott vannak István szülei is, akkor ők így hárman nekiállnak szakmázni, és míg én így teljesen önfeledten jövök ki, hogy jaj, de csodaszép volt, és hű, de meg egyáltalán engem maximálisan feltölt, nyilván egyébként őket is, de hát ők mindig ugye keresik, hogy mi volt az esetleges pont, ahol javítani kéne, és hát szakmáznak, amit én meg nem teszek, én csak egyszerűen élvezem. Zeneszerető vagy, ez csak a klasszikus zenére irányul? Nem, abszolút mindenevő vagyok. Mondjuk a heavy metalt nem bírom meghallgatni, de egyébként de nagyon szeretem. Házasság előtt is így volt? Igen. A táncot, ezt tanultad? Nem tanultam. Szerettem, mindig nagyon szerettem táncolni, de sosem tanultam. Tehát a Senior Örömtáncoktatói képzés volt az első, ami ilyen szinten beszivárgott az életembe, korábban sosem. Hogy jutott eszedbe, hogy pont ezt tanult meg, vagy ezzel foglalkozz? Ezzel is vissza kell kanyarodjak Biatorbágyra, ugyanis ott volt a jogastúdióban egy senior csoportom is. És amikor eljöttem, akkor szegénykék ott maradtak árván, és keresték az egyéb lehetőségeket, és találtak ott Biatorbágyon egy senior örömtáncot, és ugye én hát a mai napig tartom velük a kapcsolatot, sokszor meglátogatnak engem itt Székesfehérváron is, remélem jönnek majd a senior, vagy az Alzheimer világnapra, ahol ugye senior örömtáncolunk. Tehát lényeg az, hogy ők találtak ott egy ilyen csoportot, és a legközelebbi találkozásunknál elkezdtek nekem erről mesélni, és engem nagyon elkezdett ez a dolog érdekelni, mert fantasztikus dolgokat mondtak róla, és utána néztem, hogy akkor mi is ez egyáltalán, és hát konkrétan a soron következő oktatói tanfolyamra be is jelentkeztem. Hozzuk meg a nézőkkel akkor ezt a tudást, mi is ez valójában? Ez a senior örömtánc egy abszolút új mozgásforma, amit kifejezetten az idősödő szervezet számára találtak ki. Egy Ilzettut német táncpedagógus nevéhez fűződik, közel 50 éves. Nyugat-Európában ez már nagyon elterjedt, és rendkívül közkedvelt mozgásforma az idősek számára. Meg kell mondjam, én nem feltétlenül a mozgást emelem ki, bár nagyon komoly mozgás, tehát ugye ma már okos óra, okos telefon, minden van nálunk, és szokták nézni a lányok, hogy bizony sokszor 4-5 ezer lépést megteszünk ez alatt, a 90 perc alatt, ami a foglalkozásokat jelenti, tehát azért ez mozgásnak is nagyon-nagyon komoly, ebben a korban, hát ezért tegyük hozzá. Milyen korban? Hány éves kortól? 50 év felett, de én... Megmondom őszintén, én ezt lejjebb vittem 45 kor felett, én ezt már nagyon-nagyon ajánlom, és azért, mert ugye, ami miatt most itt vagyunk, ez az Alzheimer világnap, ehhez kapcsolódóan beszélünk most az örömtáncról, és hát ugye az Alzheimer korról, illetve a demenciáról, aminek az egyik leggyakoribb betegsége az Alzheimer kor, sajnos egy borzasztó
csúnya tulajdonsága, hogy az első tünetek előtt több mint 10 évvel elkezd dolgozni a szervezetben. És amikor ugye már oda kerülünk, hogy egy tünet egyértelművé válik, akkor ott már olyan súlyos elváltozások vannak, amivel nem tud a jelenlegi orvostudomány mit kezdeni. Tehát nincs más hátra jelen helyzetben, mint a prevencióra helyezni a hangsúlyt, és én azt mondom, hogy 45 év az már az a kor, amikor, hát akárhogy is nézzük, fiatalabbak már nem leszünk, tehát ott bizony elkezdődik egy olyan hanyatlás, ami már nagyon jelentős lehet, hogyha nem figyelünk oda. Úgyhogy én tényleg ezt gondolom, de az is az igazsághoz hozzátartozik, hogy nagyon szerencsés Fehérvár egyébként, mert 5 szenior örömtáncoktató működik a városban. Ez 4 csoportot jelent, mert van egy csoport, ahol 2 oktató együtt dolgozik, és ez azt hozza magával, hogy valahogy mindenki megtalálja a magához közel álló, az ő személyiségéhez legközelebb álló oktatóját, és itt lehet látni a korosztályos megosztást is. Én vagyok a legfiatalabb az oktatók közül, nyilván hozzám járnak a legfiatalabbak, nálam még rengeteg aktív táncos van, akik munka után jönnek el, és hát igazából egyébként, amikor arról beszélünk, hogy a demencia megelőzésére, mint prevenció alkalmazzuk ezt, akkor ez egy kicsit olyan komolynak tűnik, pedig egyáltalán nem erről van szó. Igen, az is lehet kérdés, hogy ugye még mindig csak kutatják, hogy mi okozhatja az Alzheimer-kort. Így van. Tehát tulajdonképpen még ez se derült ki, mert mondhatnánk azt is, hogy a rengeteg inger, aminek ki van télve az agyunk, de nem sikerült még bebizonyítani ezeket a dolgokat, én legalábbis, ahogy figyelem a kutatásokat. Igen. Ezzel kapcsolatban. Ettől függetlenül megelőzésre érdemes energiát fordítani, már csak azért is, hogy a korai demencia ne jelenjen meg, mert ilyet is hallottam már, hogy egyre fiatalabb korban jelennek meg ezek a problémák. Nyilván sok minden közre játszik ebben, úgyhogy én nagyon örülök annak, hogy már a 45 éveseket is fogadott, de hogy tulajdonképpen még mindig milyen mozgásra gondolunk, azt még mindig nem tudjuk. Hát, hogy hogyan is épül fel egy ilyen 90 perces óra? Gyakorlatilag én minden órára 10 koreográfiával készülök. Ez azt jelenti, hogy 10 táncnak kötött koreográfiáját, 10 különböző koreográfiáját tanuljuk meg a 90 perc alatt. Ez azt jelenti, hogy ez tulajdonképpen 90 perc abszolút aktív figyelmet igényel. Megtanulunk, bemutatok egy táncot, megtanuljuk annak a lépéseit zene nélkül, és aztán utána zenére eltáncoljuk. Az az igazság, hogy azon felül, hogy ez egy nagyon örömteli dolog, az is egyébként a mottójának, a tevékenységnek, hogy mozgás, öröm, agytorna, ez rendkívül intenzív figyelmet igényel. Tehát én magam, aki nyilván tudok minden koreográfiát kívülről, és egy pillanatra elkalandozom, ez az adott táncszál, biztos, hogy mellé lépek. És itt van a kutya elásva. Tehát ez az a pont, amikor a mozgás és az agyunk összehangoltan működik együtt, akkor ott vannak azok a pontok, amik befolyásolják az agyunk azon területét, amelyek segítik a kognitív funkciók működését. Ugye a kognitív funkciókon a megértés és a gondolkodás tevékenységeket értjük, olyanokat, mint az észlelés, a figyelem és az emlékezet, és ezen belül is a rövid távú memória, ami ugye egy bizonyos koron túl nagyon nagy hanyatlásnak tud indulni, úgyhogy ennél jobb módszert erre még nem találtak ki, és én most mondok százalékokat, nem szívesen teszem, mert ezek azért kicsit olyan megfoghatatlan dolgok, de ugye azt tudjuk, hogy a keresztrejtvényfejtés, az olvasás, az nagyon hasznos időskorban, de ezek mind olyan 30-40 százalékban befolyásolják ezeknek a kognitív funkcióknak a működését, viszont a rendszeres tánc az 76 százalékot mutat ebben. Tehát nagyon-nagyon jelentősen magasabb arányban segíti a demencia kialakulását, vagy legalábbis a késleltetését mindenképpen segíti.
Tehát említetted, hogy mindenképpen megmozgatja az agyat, mert gondolkozni kell, összpontosítani kell, figyelni kell. De ma már tudjuk, hogy a mozgás is lehet terápia, maga a mozdulat. A koreográfia tartalmaz olyan mozdulatokat, amelyek a mozgás miatt feltétlenül. Hatékonyak? Feltétlenül, igen. Feltétlenül szinte minden koreográfiában vannak forgások, de ezeket a forgásokat úgy kell elképzelni, hogy abszolút az idősödött szervezethez van igazítva, tehát véletlenül se akrobatikus elemeket képzeljünk el. Minden koreográfia úgy van összeállítva, hogy azt akár 70, de még 80 évesen is el tudja valaki táncolni. Tehát lépésekből áll, a lépések kombinációjából, tehát mondjuk egy hátsó keresztező lépés, egy első keresztező lépés forgással kombinálva, 4-5 motivumból, 4-5 blokkból áll általában egy koreográfia, 3-4-5 mondjuk, de ennyiből biztos, tehát 3-ból biztos, és ahhoz, hogy ezeket úgy tudjuk összefűzni, hogy ez szépen az egész koreográfia összeálljon, ehhez nagyon komoly figyelem szükségeltetik. Nagyon komoly figyelem szükségeltetik, és nem beszéltünk az előbb arról, amire egy kicsit kitérnék, és nem azért, mert ijesztegetni szeretnék bárkit is. De hát a prognózisok azért általában bejönnek, mert a számok szokták mondani makacstények. És itt azt kell tudni, hogy 2010-ben 36 millió demens ember élt a világon, és ez 2050-re a prognózisok szerint megháromszorozódik. Ami azért nagyon ijesztő. Ugyanis 2050-re azt mondják, hogy 2 milliárd ember felett lesznek a 60 év felettiek. És nyilván ezzel arányosan ugye nő majd a demensek száma. Hát ugye addig még nagyon sok idő van, és bízunk a kutatásokban, de hát egyelőre tényleg nem látunk más megoldást, csak a prevenciót, de még ez sem igazából kézzelfogható. Minden esetre azt mondom, tegyük meg mindent, amit lehet. Az agyműködésen kívül a szervezet egyéb részeire van bármilyen hatással a szenior örömtánc? Hát azt kell mondjam, hogy ugye én, amit nagyon-nagyon kiemelnék ebből a dologból, az maga az örömforrás. Szóval azért, még ha csak a 45 éves kort vesszük, én azt gondolom, hogy 45 évesen is kevés olyan szerencsés ember van, aki nem találkozott az élete során már olyan dologgal, ami tényleg komolyan megviselte, és esetleg nehéz feldolgozni. Nagyon sokan akár 40 éves kor körül is beleestek már ilyen nehéz szituációkba, és az az igazság, hogy ilyenkor muszáj valami külső örömforrás után nyúlni, mert a depresszió az is egy nagyon fenyegető veszély egy bizonyos koron túl, hiszen az elmagányosodás velejárója szinte. Tehát nagyon kevés ember élvezi úgy a magányt, hogy attól ne legyen legalább kissé depressziós. És ezért tartom én ezt rendkívül fontos küldetésnek, ezt az egész szenior örömtáncot, mert én látom a táncosaimon. Nagyon-nagyon szomorú sorsok vannak bizonyos arcok mögött, bizonyos mosolygó arcok mögött. És ez nekem fantasztikus, hogy 90 perc után úgy mennek el a táncosok az órákról, hogy hát először is mindig, mikor mondom, hogy jó, akkor jön a búcsú táncunk, az mindig egy és ugyanaz, és akkor hát 3-4-en biztos mondják, hogy már ez az utolsó, és 90 perc úgy elröppen, mindazzal együtt, hogy tettünk benne 4-5 ezer lépést, hogy egyszerűen észre se veszik, és élvezik első perctől az utolsóig. És szerintem ez a legeslegfontosabb. Tehát az, hogy úgy mennek haza, hogy feltöltekezve, és vidáman, és egy őrületes közösség megtartó ereje van ennek, nem beszélve a zene csodálatos hatásáról, itt ugye alapvetően nem klasszikus zenéről beszélünk, de mondjuk egyébként a Szenior Világnapon a Radetzky Marsra is fogunk táncolni, tehát elég vegyes a felvágott.
A repertoárban egyébként a keringőtől kezdve a rockiig minden megtalálható. Most egy kicsit átalakultunk a pandémia miatt. Tehát azért a szalontáncok, a gyönyörű szép udvari táncok, akár ugye a keringő, ezek most háttér. Ezek páros táncok, pontosan, ugye? Pontosan, igen. Ezek most háttérbe szorultak. Igen. Hát én még nem táncoltatok páros táncokat, tehát semmilyen testi érintkezés nincs a mostani órákon, hanem úgynevezett line dance-eket táncolunk. Egy kicsit átcsaptunk ilyen buliba, mert ugye itt a Mamma Maria, és nem tudom, mindenféle klassz sláger számokra táncolunk, de... Ennek lehet olyan előnye is, hogy lehet egyedül is menni, nem kell párba menni, gondolom hát, én. Rátapintottál a lényegre, és köszönöm, hogy eszembe jutottad, mert ez egy sarkalatos pontja ennek az egésznek, hogy ez nem igényel sem előzetes tánctudást, és nem kell hozzá partner. És ugye ez megint egy olyan pont, ami nagyon érinti ezt a korosztályt, hiszen rengetegen vannak már pár nélkül. Elváltak, eltemették férjüket, feleségüket, tehát itt ez teljesen független attól, hogy valakinek van párja, nincs párja. Még amikor a páros táncokat táncoljuk, akkor hát nyilván ugye ott van férfi funkció, meg női szerep, de ott egy szalaggal ezt megkülönböztetjük, a két szerepet, úgyhogy egyáltalán nincs szükség táncpartnerre. Egyébként férfiak vannak? Vannak férfiak, de nagyon kevesen. Igen, nagyon kevesen vannak, és ez egy kicsit szomorúság nekem, bár én remélem, hogy ők otthon olyankor keresztrejtvényt fejtenek, vagy nem kertészkednek, vagy csinálnak egyéb olyan tevékenységet, ami számukra hasznos, és nem feltétlenül a tévé előtt ülnek, hanem ők is jól érzik magukat. Valami miatt érdekes módon a férfiak körében ez nem annyira elterjedt. Vannak, tehát nem mondom, hogy nincsenek, de jóval kevesebben, mint a hölgyek. Szeptember 21-e az Alzheimer világnapja, amelyről itt Székesfehérváron is megemlékezünk. Csatlakoztatok ehhez a programhoz, mivel? Csatlakoztunk ehhez a programhoz, összefogott Székesfehérvár 5 szenior örömtánc oktatója, mindannyiunk csoportja ott lesz, sőt, azt kell mondjam, hogy a környező településekről is jönnek, nem csak Székesfehérváron oktatunk, hanem a környező kisebb településeken is, és onnan is átjönnek a táncos kedvű hölgyek, urak. 6 tánccal készülünk, és ugye ezeknek a táncoknak az a lényege, hogy itt bekapcsolódhat majd bárki. Tehát a járó, ugye, hát flashmob lesz gyakorlatilag, nem a klasszikus értelemben, mert szervezetten a Magyar Király Hotel elől fogunk felvonulni a Városház térig, és ott áll majd össze a csapat, de csak blokktáncok lesznek, tehát bárki járókelő beáll, mi annak csak örülünk. Itt megnézheti bárki, hogy miről is szól ez a szenior örömtánc. Én nagyon remélem, hogy ez a rendezvény jó időben sikerül majd, mert hát azért most ugye pont holnaptól változik, holnap utántól lesz majd egy nagyobb lehűlés, remélem eső nélkül, és akkor egy biztos nagyon jó hangulatú esemény lesz, úgyhogy nagy szeretettel invitálok erre mindenkit. Tehát szeptember 21-én, igen, az Alzheimer világnapon a Magyar Királytól hány órától? 16:30 indulunk a Magyar Király szálló elől, és sétálunk le a Városház térre, és ott 5 órakor kezdünk el táncolni. Ennek azért van jelentősége, mert ezt az ország számos pontján megteszik még a szenior örömtáncolók. Legtöbb nagyvárosban, de kisebb településeken is lesz ilyen megmozdulás. Mindenki más táncot fog járni, tehát mi a fehérváriak választottuk ezt a 6 táncot, mindenhol máshol ezt másképp csinálják, de az biztos, hogy 5 órakor az ország számos pontján, az Alzheimer világnapján lesz egy ilyen megemlékezés, aminek a lényege az, hogy felhívja a figyelmet erre az alattomos betegségre, felhívja a figyelmet arra, hogy a prevenció lehet egy módja annak, hogy tényleg mondjuk 2050-re ne 100 millióan éljenek a Földön ezzel a betegséggel. Én nagyon szépen köszönöm neked, hogy itt voltál, és elmesélted ezeket az információkat, elhoztad nekünk az rendezvény hírét is. Bízom benne, hogy nagyon sokan lesznek, és kipróbálják, hogy milyen jó is táncolni, együtt táncolni, és örülni. Köszönöm szépen a lehetőséget.
Kedves nézőink, az elmúlt fél óra vendége Miklós Marian volt. Önöknek nagyon szépen köszönjük a figyelmet, további kellemes tévénézést kívánok. Viszontlátásra!